People ask me, what is bodybuilding? What is bodybuilding to me? Well, I say bodybuilding is a journey of self-discovery, because you use the gym as a tool to push yourself. But in order to be a good bodybuilder, you have to be honest with yourself. You have to know your strengths, you have to know your weaknesses. Because knowing strengths and knowing weaknesses, you have to improve weaknesses and to get better at this sport. If you ignore them and only follow your strengths, you will not make a good bodybuilder. So it takes a certain amount of honesty, it takes a certain amount of identifying yourself, being honest with yourself. Humility. And learning from your experiences in the gym and learning from other people. It just takes you learn a lot about yourself in your pursuit of bodybuilding. Some good, some bad. But in order to be a good bodybuilder, you have to make sure you're improving upon the bad things. Maybe the lack of discipline. Maybe the lack of concentration and form when you're lifting from some injuries that may have hurt you because you're not focused on the muscle. You know, all these things you refine to become a better bodybuilder. So it's a journey of knowing yourself, being honest with yourself, and changing the things you need to change to be better at what you're trying to pursue. This applies to a lot of things in life. So not only bodybuilding is a journey of self-discovery, there's a lot of areas that can help you discover yourself. It just happens to be bodybuilding is one of those disciplines that I can apply that self-discovering method, because it takes a lot of being honest with yourself, knowing yourself to be a good bodybuilder, knowing you need help, knowing you need a coach, knowing you need to be pushed, knowing you need good training partners, knowing you need rest, knowing you need good nutrition, and knowing that it's not an easy way. You have to work for everything you have. There's no magic pills, there's no magic formulas. Everybody wants it to be, but there's things bodybuilders use, but these things give you maybe a small advantage in the beginning. But we bodybuilders know we play on a level playing field with one another, and it's not a game of who has the most this or who has the most that, because if it was, only the biggest bodybuilders would ever win. But bodybuilding is more about big muscles. It's about how the body is made, how it flows, how beautiful it is, condition, you know, how it's presented. It's more than just muscle. It's a whole art form that you have to focus on. So if you're only one-sided, one single-minded, focus on one thing, you're not going to improve what you want to in bodybuilding. So you have to reevaluate the way you look at bodybuilding and say, oh, okay, I have the muscle, but my condition is lacking. Oh, I'm imbalanced. I need to improve this body part. If you can't evaluate yourself like that, or you can't see someone who's going to be honest with you, you will never become a better bodybuilder. And it's the same thing for becoming a better person. Az életben minden sikerül, ha eléggé akarod, meg eleget dolgozol érte. És nem elég, hogy eleget, hanem rohadtul kell dolgozzál. Tehát úgy, mint mondjuk a többi ember nem. Mert mindig az, hogy keményen dolgozik, meg keményen diétázik, meg keményen csinálja a dolgát, mi nem találkozik egy olyannal, aki tényleg keményen edz vagy diétázik, és akkor döbbent rá, hogy pasznak, én buzi vagyok ehhez képest. Tehát, hogy ez olyan, mint hogy azt hiszed, hogy jó testépítő. Fú, száraz vagyok, jó vagyok, felmegyek a színpadra, és akkor ott vannak a jók mellettem, akkor esik le, hogy basz, meg nem is vagyok jó. Mert attól függ, hogy milyen közegben vagy, tehát milyen emberek közt vagyok. Ugye a vakok közt a félszemű, aki le ő mondják, tehát itt is úgy igaz, hogyha ha olyan társaság, vagy olyan, nem is társaságban, hanem olyan közegben vagy, akik eleve lustábbak, ugye, úgy jó van így, meg jó van úgy, akkor te is átveszed a típusokat. De ugye, mint van a Mohamed Ali idézet is, hogy találkozol az olyan emberekkel az életedben, aki mikor találkozol velük, azt mondod, hogy basz meg, miért nem ezt csináltam eddig. Tehát, hogy ezt nekem is így kellett volna, és nekem az első a Bélára volt ilyen talán, amikor elsőre találkoztam, ez nem ember. Tehát nekem őnek annyira furcsa volt, hogy mindent úgy csinált, mintha az életem múlt volna rajta. Határozd el, így magadban, álmodj meg, valósítsd meg azokat, és légy konzekvens. Yeah.
anya mindig éjfélkor, kislányom, már megint edzett. Anya, igen, de már alszok, hallom, hogy dobogott a padló. És akkor egy éjfélkor, hát akkor is ilyen bolond voltam, hogy későn edzettem, hogy este 10 éjfélkor valamit még elkezdtem gyurogatni, úgyhogy így indult a pályafutásom. Nyilván nem gondoltam, hogy ebben van verseny, lehetőség, vagy nem is hallottam akkor még egyáltalán semmi erről. Hanem egyetemist akkor, amikor felkerültem, ugye modellkedjünk, nem modellkedjünk, azt ugye meglátod a korlátaidat, hogy te ez alacsony vagy, és akkor úgy egy edző mondta, hogy na, jó lenne a genetikám, ugye szűk a csípőm, széles a vállövem, és már alapban megvan a genetika ahhoz, hogy elépítsünk majd meg. Hát én alapban alapvetően ugye futó voltam, izmos voltam, szálkás voltam, úgyhogy ez így egyenes rányosott az, hogy megláttam ebbe a lehetőséget. Hát ez nagyon véletlenül indult, ugye én már őskorok óta vagyok a SciTech-nél, talán több mint 10 éve, 13 éve talán. Ugye akkoriban még csak a testépítőket szponzorálták, tényleg lányok csak úgy kerültek címlapra, ugye ezek a Playboy-os csajok, és ilyesmi. Tehát ők, akkor még nem volt divat szponzorálni lányokat, és engem hívtak mindig valami kis protein reklámfotózásra, vagy Tóth Danival, ugye a testépítő, amely kell egy csajsz, és akkor, hát, akkor nyertem egy-két szuperbadit, és akkor hívtak engem. És akkor valahogy tök véletlen egy igazgatóval beszélünk a backstage-be, hogy milyen a forma, mit javítsak, mindig megkérdeztem a véleményüket, és akkor mondom, hogy akar szponzorálni, két cég most megkeresett, és mondják, hogy hát de tényleg nem szponzorált senki, hát te a SciTech fotózásokra jársz, hanem mondom, figyelj, ha szponzorálnak, nekem az megér, akkor nyilván valamit kiválasztok. Hát te nem lehet, csak a SciTech fotózásokra jársz, csak a SciTech atléta lehet, akkor szponzorálunk mi. Igaz, lányokat nem szponzoráltuk eddig, de akkor te ezt az első lány, aki szponzorunk is, tök véletlenül jött. És akkor onnantól kezdve megvan együttműködésünk. Nyilván ez a szóbeli, aztán ahogy komolyabb versenyző lettem, meg komolyabb érdemek, akkor utána ez már ilyen írásbeli szerződés lett. Én elég lojális vagyok, tehát ők kaptam ajánlatot rengeteg cégtől, de valahogy nem is érzem azt, hogy 10 évig vagyok a SciTech-nél, és akkor ürtem, utána más fogok reklámozni. Én azt mondtam, ha a SciTech nekem ugyanolyan opciót ad, akkor én nyilván egy hazai céget fogok reklámozni. Igazából nekünk már a kezdetek óta, aki megcsinált az egész céget, ugye Bengye, jó barátunk, tényleg imádom, rengeteg vezetővel nagyon jó barátságot ápolunk, úgyhogy nekem annyira családi volt ez, hogy már ez az érzés, ez nem illett volna, vagy nem éreztem volna magaménak, hogy elmegyek egy expóra vadidegenekkel dolgozni, főnökséggel. Itt nekünk annyira baráti, hogy bármi hangnemet megengedhetek velük, mert tudják, hogy kicsi laza vagyok, hogyha mondjuk mondok egy-két káromkodást, akkor az úgy belefér, az úgy nem értik félre. Szóval én szeretem, hogy ők is lazák, úgy vesznek engem is, hogy szinte baráti. Így akárhány expóra elmegyünk, azért csak jobb elmenni a barátokkal, jól érzem magad mellettem, mint hogyha most befesztülve egy vadidegen céggel. Na ez is egy szempont volt, meg elég magyarnak tartom magam, tehát ez is beletartozik, hogy egy magyar céget fogok segíteni nyilván. Venice Beach-en ez híres lett, és Schwarzenegger idejében ez nagy izé, tényleg jó környezetben van, de igazából ha elmész oda megnézed, tehát szerintem nem jó, igen, nem, nincs meg egy beton környezetben vagy, hiába ott a strandon, nincs meg ez a hangulat, ami itt azért csináltak egy jó kis strandot, megtaláltak egy nagyon jó helyet, és szerintem nagyon jó kis esemény lett, hogy egy gyűjtőpontja ennek a sportrajongóknak. Hát a legelején nagyon kicsi volt, tényleg, hát mennyi nézőnk volt talán naponta, most azt mondom 10, de tudod, arra szállingoztak a strandról, most a nagyon kemény mag eljött, de igazából nem volt tömeg. Nyilván, ha elkezdtek azért a nagy testépítők edzeni, akkor a strand is oda vonzotta a népet, tudod, azért jöttek, néztek, de azért összenem hasonlítható azzal, ami manapság van. Én azt szeretném, hogy egy testépítők is, vagy egy fitness versenyző is tudjon csinosan öltözni. Ha szeretik az emberek, akkor én megcsinálom. De nyilván hát jó, hát és rengeteg ötletem van, amit sajnos nem tudok kivitelezni, de előbb-utóbb majd az Instagram is fejlődik oda, hogy majd kicsit profibb lesz. De igen, hát én szeretnék nyújtani a magyaroknak ugyanúgy hazai gyártóktól, hazai varrodákba gyártott, itthon beszerzett anyagokat, támogatni a magyar ipart, és segíteni a magyarokat abban, hogy divatosan tudjanak költözni, elérhető áron, mert ha persze tök jó ruhákat lehet beszerzni Brazilból, de hát tripláron vagy dupláron, és szerintem a mai fizetésből ezért ez nem annyira megoldható, és miért ne oldjak meg valamit, ami nekem az agyamba létrejön, és azt papírra viszem, és utána szóval jó alkotni, szeretek alkotni most, ha az embereket nekem ez örömet okoz hordani, mert olyan minőséget, meg olyan viseletet hozok, ami annyira nincs, vagy ami nekik szívükhöz közel áll, akkor én ezt örömet csinálom. I'm fighting in the dark, trying not to break your heart. Sometimes I get so high,
I see, then I don't wanna take you down with me. You need to let go now. 2007-ig, 2008-ig mondom azt, hogy mentálisan abban az állapotban voltam, hogy kamikáze, nem számít semmi, tök mindegy, itt nyerni kell, különben nem ér semmit az életem, inkább leugrok a tizedikről, ha nem nyerek. Teenagers, we were 17, and I told him, I said, you should be a bodybuilder when we grow up, and he told me, no. No, I don't want to be on stage in Speedo and oil, no. So I said, okay. And then 1 year later? I won my first contest. He did his first show. I won my first contest, yeah. I have to make the most of my time, because I won't have this time forever. But it also means that when I get time at home, then I make the most of that time as well. So it's a matter of taking advantage of the time you have and learning to appreciate the time that you get with your family or the time that you have to work hard. Well, we developed a relationship over several years. A lot of that relationship in the beginning was on the phone. But now we have FaceTime, so technology has improved. So we already had a relationship from long distance as friends. And then we got married and we had kids and we spent a lot of time together. You know, we don't have reels type jobs, so we spend all day together. So for me to go away now is a lot different, but we have a lot of foundation with a lot of time together previous years. We married over 10 years now, so. See you later. I believe in recreation and leisure, health and fitness exercise. It goes together for better mental health. And to see these people out and about on this nice summer day, enjoying the water, enjoying the sun, getting the vitamin D, and relaxing, and some even exercising, enjoying the elements. It's very good to see that humanity can still function in such a way and yes. And kind of, you know, it's not just ego. Be healthy and, you know, have stress relief and not have to work, you know, and be able to enjoy some time to benefit this wonderful, beautiful place we have here. Run until the sun comes up. Throw away the maps and we'll get lost in love. You'll never be alone, 'cause in your emerald lights. Run until the sun comes up. Throw away the maps and we'll get lost in love. You'll never be alone, 'cause in your emerald lights I see hope. Szerintem a legtöbben téged onnan ismernek, hogy a profi testépítés mellett a családapasságban is profi vagy, vagy minta vagy, vagy példa vagy. Hogy bírjátok egyébként így a gyerek nélküliséget ebben a pár napban? Azért a gyereknevelés oroszlán része még mindig a feleségemre árul. Ettől függetlenül valóban családapaként is funkcionálok, ugye a hétköznapokban. Érdekes a helyzet, mert tehát jó is ez, hogy kicsit a gyerekek nélkül vagyunk, de persze, hogy első nap már hiányoznak. A felnő a gyereked, vagy eljut egy olyan életszakaszba, amikor ő találkozik a sporttal. Mondanád neki azt, hogy igen, gyere, csináld, és akár versenyszinten, vagy versenyzői szinten mondanád, ajánlanád neki ezt az életmódot?
Mindig gondolkoztam ezen, de azonnal tudtam a választ, hogy én erőltetni semmi esetre sem. Én bízom benne, hogy lesz olyan kapcsolatunk, hogyha ő találkozik ezzel a sporttal, illetve szeretné kipróbálni, akkor én leszek az, akitől tanácsot kér, és mondjuk hallgatni is fog rám. Próbálom azt a viszonyt kialakítani velük, hogy ez majd így legyen, ha ez majd ugye egyszer bekövetkezik. Nem fogom erőltetni sose a testépítést, még csak azt sem mondom, hogy a súlyzós edzéseket, vagy más súlyzós sportágot sem feltétlenül, bár én ebben hiszek, hogy általános fizikum építésre ezek a legjobbak. Persze ott van atlétika, mit tudom, van 1000 sport, ami jó, de ahhoz, hogy komplex fizikumot építsünk, én mindig a súlyzós edzés világában tudnék gondolkozni, mert a legtöbb egyéb sportnál azért valamilyen szinten bizonyos testrészek erőssé válnak, bizonyos testrészek gyengévé. Nézzük mondjuk a tornát, ahol a felsőtes nagyon erős, de a lábból jobb, ha minél kisebb van, hiszen ugye azt emelgetni kell. Vagy nézzük a bringát, ahol a láb az nagyon szépen ki van dolgozva, de a felsőtes meg ha lehet legyen vékony, mert azt ugye vinni kell a biciklin. Tehát a lényeg így is úgyis az lesz, hogy szeressék meg a sportot. Én azt gondolom, hogy nincs egy ilyen komplet felépített terv, és nem szeretném azt se, hogy a gyerekem mondjuk egy versenyistáló tagjaként sport, gyerünk, nyomjad. Van ez a típusú szülő is. Valahol lehet érteni, csak valahogy úgy kell rávezetni erre a gyereket, hogy a gyerek mindig motivált legyen. A motivációt nehéz folyamatosan fenntartani. Ugye kényszerből nem hordjuk el a gyereket sehova, mert azt akkor biztos, hogy nem megszeretni fogja. Ebben biztos vagyok. Ha a gyerek nem érzi azt, hogy ő nagyon szeretne úszni, akkor nem fogom napi 3 edzésre hurcibálni télen-nyáron, hogy gyerünk, úszni kell, fiam, mert versenyezned kell. Amit egy kicsit is magának érez, az, hogy nagyon szívesen, akkor meg tudjuk tőle kérdezni, hogy fiam, szeretnél többet ebből, bírod-e? Mit tudom, persze, amikor az iskola, akkor mellett a tanulás is tud-e párhuzamosan maradni mellette, és akkor mehet a sport is persze többet. Picit kiebb lépünk, és mondjuk te így jó szülője lennél itt a mai felnövekvő generációnak, akik a terembe járnak hozzánk. Akkor milyen jó tanácsokat adnál egyébként pont ez a fiatalságnak, mint jó szülő, mint te, aki benne vagy a sportban nagyon-nagyon hosszú éve? Nem fogtok szeretni, de a legfontosabb az lenne, ne a hajatokat simogassátok a tükör előtt, hanem fogjátok meg azt a súlyzót, és nyomjátok, vagy húzzátok, de edzetek. Súlyzós edzéssel tényleg komplett tetőtől talpig meg tudod edzeni a testedet. Nem lesznek lemaradt izomcsoportok, nagyon fontos, hogy a test szimmetriáját nagyon jó fenn lehet vele tartani. És a súlyzós edzésnek egy sajátosság, hogyha szorgalmas vagy, akkor akárcsak a mi termünket veszük, a Lourdes, de most már elég sok ilyen terem van, éjjel-nappal lemehetsz. Bárhogy rendezheted a napodat, az edzésedet el tudod végezni. Nem az van, hogy 5-től van edzésem, és ha nem érek oda 5-re, akkor aznap nem tudok edzeni, hanem akkor mész, amikor te beosztottad az idődet, és lehetőséged van. Ahhoz, hogy fönntartsuk a jó fizikumot, ahhoz olyan tevékenységet kell végeznünk, ami ugye a komfortzónánkból kizökkent. Nem lehet kényelmesen edzni az edzésnek, azért edzés a neve, mert az ugye edzi a testet, benne van a szó jelentésében, hogy ez egy extrém tevékenység, azért, hogy a hétköznapi terheléseket így bírjuk. Szerintem olyanok vagyunk, mint a hegymászók, akik felmász, megdöntenek egy csúcsot, és utána egyből azt nézik, hogy hol van a következő hegycsúcs. Soha nem fogsz veszíteni, mert vagy nyersz, vagy tanulsz. És ez eddig be is jött. Mert én rengeteget tanultam, soha nem éreztem azt, hogy veszítettem.